Tegnap előtt jöttem Pestre, sok szép mindent láttam. Összejártam Pestet, Budát, és benne csodálkoztam. Figyeltem a Dunát, az úszkáló hajókat, a kupolacsarnokot, és mellette a tornyokat. Voltam fenn a várba, onnan messzébb láttam, a Szabadság hegyen, bokrok közt bujkáltam. Mivel szép idő volt, sokan kirándultak, a fiatalok kiki egymásba fogoztak. Volt, aki egy fánál a csókját kínálta, tovább a harmadik magát támasztottam. Láttam részeg embert a földön csúszkálni, láttam pipás nőket a füstöt lenyelni. Láttam hosszú zsíros hajú koszos társaságot, egymás közt kocsmánul szórta a disznóságot. A jó dolgától nem tudta, hogy a melyik lábán álljon, cifrázta a szavakat, vajon még mit mondjon. Mellőlük elmentem, utaztam metróval, találkoztam tisztelt nemes barátokkal. Egymás közt, mint illik, elbeszélgettünk, volt, aki megtisztelt, köszöntünk, és elmentünk. Voltam benne a parlamentben, láttam a koronát, a kardot, meg a jogart, a Szent István palástját. 10 sorba valamit oda is firkáltam, mellettem az őrnek azt a felolvastam. Megtörölt a szemét, nekem megköszönte, Isten áldja meg magát, ezeket idézte. Nagyon szép a város. Kedvesek a népek. Továbbra is ilyen áldottak legyetek. Szeressétek egymást, a jót kövessétek. Sokat tudnék írni még, de bár ezt őrizzétek. Szeretnék én köztetek még sokáig maradni, de engemet is otthon jó, mert vár valaki. Én Györgyfalván lakom, Kolozsvárhoz közel. E verset én írtam, őt ellenivel. Akkor nem volt lehetőség tovább tanulgatni, Pallakba maradt meg nálam is valami. Leteszem tollamat, és most többet nem írok, de büszke vagyok rátok. Szárvuszok vagyok! Györgyfalva Kolozsvártól 6 kilométerre, Kalotaszeg és Mezőség határán terül el. A körülbelül 1100 lelket számláló faluban mindenki tudja, merre lakik Jaskó István, azaz Pitti bácsi, Kalotaszeg egyik legkiválóbb táncosa, aki emellett községének megbecsült népi verselője is. Költeményei számos esküvőt, temetést és egyéb alkalmat tettek ünnepélyesebbé Györgyfalván. Pitti bácsi egész életében tisztelettel viseltetett a hagyományok iránt. Házának egy melléképületében, hosszú évek gyűjtőmunkájának eredményeként saját múzeumot hozott létre, mely mindig nyitva áll a látogatók előtt. Nélküle nem volt táncház a faluban, s a Györgyfalvi táncok gyűjtése is az ő előkészítő munkája nyomán kezdődhetett meg. 1998-ban nyerte el a népművészetmestere címet. Eltiltották a magyar szót Csehszlovákiába, a tiszamenti öreg juhász mit gondolt magába. Felveszi a cifra szűrét, elég a sok bajból, a tiszamenti öreg juhász az alispánhoz indul. Még akkor is a kalapját csak a fején tartja, a fokossát betyárosan az asztalra vágja. A juhoknak más juhátról tessék gondolkodni, nem tudok én a juhoknak csehül káromkodni. Nem úgy van most, mint volt régen, nem az a napsütött égen, nem az a nap, nem az a hold, nem az a szeretőm, aki volt, mert aki volt régen hagyott, a szívemen bánatot hagyott, tűnj el bánat a szívemről, mert elég volt már becsületből. Nem bánom én bármit érzek, mert én többet rád sem nézek. Eljárhatsz már kapom előtt, nem vigyázlak úgy, mint ezelőtt.
mert ezelőtt vigyáztalak, csókkal karomba zártalak. Megbánod-e, amit tettél, hogy engem így megkeserítettél? Megbánod-e, már késő lesz, mert a szívem már másé lesz. Nem egy fából áll az erdő, kerül nekem másik szerető. Ha nem kerül, úgy elmegyek, az zöld erdőbe gombát szedek. Egy bolond gombát meg is eszek, akkor én már többet nem leszek. Egy mérges gombát meg is eszek, ennyi bánatot el nem viselek. Bravo! Mindig kiáltják, mikor énekelek, hogy Erzsi néni, tessék mondani ilyen érdekes meséket nekünk. Hát az operanő úgy történt, hogy kezdjem el előről, hogy mikor elvégeztem a 7 osztályt magyar vistán, eljött a kopasz igazgató idesapámhoz, azt mondta, hogy Gergely, a maga lányát tovább kell adni, tanulni, mert nagyon tehetséges gyerek. Lehet belőle egy híres költőnő, vagy egy világhírű operanő. Hát én megijedtem. Gondoltam, nézem, még reálveszi idesapámat, hogy adjon az operálni ingemet. Hát a kórházra gondoltam. És azt mondja az igazgató úr, hogy hát te meg mit pityeregsz? Mondom, azért igazgató úr, mert én úgy félek a vírtől. Jaj, te buta, azt mondja, hát nem küldlek én a kórházba operálni. Hát hová küld? Hát énekelni, oda menek igazgató úr. Én azt mondja az én apám, hogy igen, csak nem dagad a zsebem a pénztől. Oda a tanítatásra sok pénz kell. Azt mondja, örvendek, ha tisztát adok, rejátok, s kenyeret a szátokba. Van kappa, ásó, csákán, villa, gerebje, minden van. Dolgozzon, azt mondta az én apám. Na, úgyhogy hát abban az időben nem volt rádió senkinek. A faluban nekünk volt egyedül rádiónk, azt is idesapám csinálta, olyan kis 4 darab deckát összeszegezett, valami tekercseket belé, és mit tudom én, mit csinált. És egy nagy rótat fel a ház tetejére, és ki a szilvafa tetejére. És aztán akkor volt egy kagyló, amit a fülükre tettük. Aztán én vartam a bagazi aljamat, mert idesanyám adventista hívő volt, az nem vart a cifraságokat, azt mondta, hogy vítek az gyöngyök is, vítek, úgy tartotta. A mamám s a nagynéném, azok mindig vezettek belé mindenbe, és én mindent megvartam magamnak. Aztán került egy nénémnek a faluba egy olyan kis pionér rádió. Az olyan nagy szenzáció volt, hogy Feri Pengyeni van rádió. Aztán opera ének volt benne, és ment oda a 80 éves öreg anyja. Hát aztán az opera énekbe erősen visított egy asszony. Azt mondja a Bonyó, hogy jaj, te Pengyi. Hát az meg vérvisít úgy. A leánya mosogatott, úgy oda mondta neki, hogy operálnak. Azt mondja a Bonyó, jaj, drága, jó Istenem. Hát nem zsibbasztották el a szerencsét. Hova mész te, szelidecske, leány vagy-e, vagy menyecske, ejhagy, nem vagyok én, szelidecske, se nem leány, se menyecske. Kiskertemben rózsa vagyok, akit most látsz, már hervadok. Ha te rózsa vagy ekerve, én meg harmat vagyok benne. Minden este ide járok, paplanyos ágyadba hálok, tőled soha-soha el nem válok, mert úgy érzem, hogy mennybe járok.
Ha egyszer rózsa lehetnék, a fellegeken fejül repülnék, a levelet neked vinném, a hőszívemet belé tenném. Három élő fekete nád, hallom babám, tiszta az anyád, ha tiszt fogad meg a szavát, engem tagadj meg ne anyád. Megtagadom apám, anyám, mégse hagyom el a kedves babám, mert én igazán szeretlek, nálad nélkül nem élhetek. Édesanyám nagyon féltett, hogy ne higgyek a legénynek, akármit mond, jár a keze, a leánynak legyen esze. Ha egy legény az öletbe ül, szoknyád eleje rövidül, s mikor a nagy bajt észreveszed, szinta elmenjen az eszed. Mikor az apa megtudja, sarkon fordul, letagadja, nem én voltam, lehet ez más, bizony nem vagyok a hibás. De én annyiban nem hagyom, inkább a szemét kikaparom, hogyha tudod legénykedni, tudjon oltár elé vinni. Fogja meg a jobb kezemet, esküdjön, hogy holtig szeret, tiszteljük egymást, szeressük, kisgyermekünk nevelhessük. Tiszteljük egymást, szeressük, mindig boldogok lehessünk. Köszönjük szépen! A Felinél többet most az utóját én írtam. Ezt a lejányos fiust. Voltak olyan vistai népdalok, hogy csak egy cikkje volt neki, egy versszaka. Hát nekem az nem volt elég, ahogy elkezdtem, már el is vigyeztem. Hát gondolom, írok én még riádány. Nem gondoltam én akkor, hogy én ennyi drága magyarok közé vegyülök, s még visznek Pestre, s még látják. Olyan rongyos füzetekbe írtam, amit a gyermekik nem töltöttek be, én mind betöltöttem az üres lapokat. Szóval minden, ami lezajlott itt a faluba, ahogy volt régen. Egy utolsó szilvaisz főzésig mindent megírtam. András Jánosné Gergely Erzsébet, magyar vistai énekes, fiatalkora óta tanulja, énekli és adja tovább a szebbnél szebb kalotaszegi népdalokat. Nem csak azokat a szövegeket ismeri, melyek a faluban szájról szájra öröklődtek, a saját elmondása szerint számos dallamra saját maga írt további verszakokat. Balladái, menyasszonyi köszöntői, temetési búcsúztatói, élete folyamán több füzetet töltöttek meg, míg végül önéletírásával kiegészítve 2008-ban Kedvemre való, hogy meséljek címmel könyvformájában is megjelentek. Előadásában a saját maga által írt dalokból egy különösen szépet hallgathattunk meg, melyben öregkorának bánatát énekli meg. Nincs nekem már boldogságom, elhagyott az ifjóságom. Ha visszagondolok, nagyon fáj a szívem, mert utolért az öregségem. Sárga sejmes hajam, hófehér lett, sima piros orcám, oly ráncos lett,
Hó, május a két szemem látása, gyengül a fülem hallása. A derekamba fájás állott, a nótás vidám kedvem úgy elszállott. Úgy meggyengült már az erős karom, a táncos lábom alig bírom. Gyengén fogy már a kenyerem, álmatlan már sok éjjelem. Járnak le a napok, el kell menni, az élettől vég búcsút venni. De hogy álljak majd az Úr elé, mert lelkem nem bűn nélküli. Bocsásd meg, jó atyám, minden vétkem, fogadj országodba engem. Bocsásd meg, jó atyám, minden vétkem, fogadj országodba engem. A Kolozs megye keleti részén elterülő visa az 1940-ben elkezdődött gyűjtések nyomán egyre ismertebbé vált a folkloristák és a táncházas közönség előtt. A falu elszigetelt helyzetének köszönhető, hogy még a 90-es évek végén is megfigyelhetőek voltak olyan folklór jelenségek, melyek a környező településeken jóval korábban kikoptak. S ha egy kicsit iszom, mindjárt részeg vagyok, ilyen nékem a szokásom. Szeretem a sörcsabot, szeretem a szép asszony, szeretem a mulatságot. Hát ugye itt az emberek a régebben és még most is egy jelentős része a földnek a munkájából, megmunkálásából élt meg. Rengeteg állatot tartottak a szüleink, nagyszüleink, és mi gyerekek szünidő alatt, meg órák után és iskola után mindig feladatunk volt állatokra vigyázni, csibékre, bárányokra, bivajat, tehenet kellett kivinnünk, etetni. És nyári vakációban, szünidő ide alatt, nekem a bivajjal kellett menni, mert a legelőn kevesebb volt az étel, és akkor ilyen határutakra kellett vinni, és egy nagyon szelíd bivajunk volt, amit én a fülétől vittem. Magosabb volt, mint én. És a fülétől vittem, és annyira szelíd volt, hogy be tudtam menni akármilyen szűk határútra, amelyiken dús fű volt, és ott legelészett. Jól lakott, mikor jól lakott, akkor délre tudtam el kellett vigyem itatni. És akkor aludt, hogyha volt a bivaj, ugye, ha volt egy patak, azt árkot nevezük, hogy pataknak volt vízben, az belefeküdt, és aztán kérdezett. És én unalmamban, hát addig mi rimánkodtam édesanyámnak, hogy vegyen nekem egy furuját. Boncidai vásárba, itt van egy szomszédközség, nem tudom, ha jártatok-e Boncidán, Bánfi kastélynál, ugye. Tehát ott vásárok, havi vásárok, talán történetesen épp ma is vásár volt Boncidán. És addig rimánkodtam édesanyámnak, amíg hozott nekem egy furuját. És aztán, hogy rakosgatva az ujjaimat, itt kezdődött a furuljázás. És én valahogy úgy vagyok vele, hogy ha bármilyen haragom vagy bántadásom esik, a furulja valahogy kisegít. Kisegít. Mert akkor valami tehát amit ő hoz, az nyugalmat ad, és teljesen másképpen érzem magamat, amikor. És annyi, az, hogy nem kell ugye csak egy darab jó fa, patlikkal, és ennyi. Nagy Dániel, Dani bácsi, a visai furujás,
jeles őrzője és előadója az északmezőségi népzenének. Hangszeres tudásának bemutatása mellett szívesen el is énekelte a legszebb dallamokat, majd az esti mulatságban bebizonyosodott, a táncrendnek is ugyanolyan jó ismerője. Téki bolyát ültettem a pohárba, s ez a legény valogat a leányba, hogy törje ki a sejehaj, de válogatós nyabaja. Voltam én is szeretője vala. Kéki bolyát ültettem a cserépbe, s ez a leány valogat a legénybe, hogy üsse meg a sejehaj, de válogatós nyavaja. Voltam én is szeretője valaha. Kiki bolya búra hajtja a fejét, mert a harmat nem öntözi a tővét. Szállj le harmat, sejehaj, a kéki bolya tövére. Most találtam egy igaz szeretőre. Kéki bolya, ha leszakítanálak, mit szólanál, babám, ha elhagynálak? S azt mondanám, a sejehaj, hogy verjen meg a teremtő. Sose voltál igaz szívű szerető. S kéki bolya búra hajtja a fejét. Ez a kislány terelgeti a szemét. Törölt kislány, sejehaj, töröld le a könnyedet. Miért hagytad el a régi szeretőt? Van nekem egy cifra, sub,
Mit akarlak, kedves rózsám? Szék már a római korban is nagyon fontos település volt, két okból is. Az egyik a sóbánya. Széknek saját sóbányája volt, még hozzá itt a küszöbön. És ugye tudjuk, hogy abban az időben milyen fontos volt akkor a só, mindennél fontosabb volt és mindennél drágább volt. A másik, az a katonai előny, amivel rendelkezett, ez a vidék annak idején nagyon lápos, mocsaras vidék volt, de Széknek az volt az előnye az összes településsel szemben, szomszédos településsel szemben, hogy nagyon sok gázból volt, amik azért adta a katonai előnyt, hogyha jött az ellenség, akkor ezeken a gázdakon keresztül lehetett menni a hadsereggel, és ugye hátba lehetett támadni az ellenséget. Az országalapítás után is ugyanek két okból miatt volt fontos település Szék, mind a mellett, hogy Zsák utcában vagyunk. Hát ugye Zsák utcában vagyunk, annak idején csak egy kibejárat volt, és az pedig onnan a Szamosújvár felől. Domb vette körül az egész település, mint ma is, de nem volt más járható út, illetve kicsi ösvények voltak, amik mentek, jöttek, mentek az emberek, de járható szekérút nem volt, csak egy. És ugye, mivel megvoltak ezek a gázok, ugyanígy fontos volt, a bányája miért szintén fontos volt az országalapítás után, és főleg az országalapítás után először a székvárosi rangra emelték, ugye nem minden kapja a Szék a nevét, hanem ettől függetlenül már megjelenik jóval azelőtt a Szék név, és ugye a székvárosok azok a városok, ahol zajlik az adminisztráció, egy környéknek az adminisztrációja, a vámszedés, helyőrség van, Szék egy ilyen település volt, de aztán a királyok, ugye a magyar királyok ugye megadták és megerősítették évek során a szabad királyi városi rangot. Két előnyt jelentett ez, egy, nem kellett adót fizetni a koronának, második, hogy saját ország képviselője lehetett Széknek. A 2011-es kirándulás emlékezetes pillanata volt Szék meglátogatása. Így érthető, hogy szívesen tértünk vissza, hogy megbizonyosodjunk, számos látnivalót és élményt tartogat még számunkra ez a falu. Szék egyik nevezetessége a tatárjárás után épült, 1946-ban restaurált református templom, ahol a tiszteletes, lelkesen és hozzáértően mesélt a templomnak és egyúttal ennek a különleges falunak a történetéről. Szék népművészeti értékeivel a tájházban ismerkedhettünk meg, ahol a népviselet mellett bútordarabokat, edényeket és a híres széki szőtteseket is megtekinthettük. Táncolni nem volt szabad táncoljanak egyik utcáról másikra menni, mivel a nem ismerték egyik a másikat. Egyik évben viszont bekerült az a gond, hogy egy gyilkosság következtében aztán megengedték magukat, mivel hogy a csipkeszegi lányhoz nem engedték a forrószegi fiút, hogy baroljon. Elment katonának, és mikor szabadságra jött, akkor újra próbálkozott, hogy hátraengedni fogják, mivel hogy már a felnőttek körében van. Csak nem engedték, tudok nem volt akkor, amikor hazakerültek, felakasztott a lehetek meg. És akkor azóta megengedik, hogy elkötik a lányt másik utcára, de viszont elkötik az osztálytársai, a fiúk, elkötik az utat. És megkérik az árát, de régebb úgy volt, hogy 30-35 liter pálinka, mivel hogy mindenkinek volt pálinkája, tehát lehetett főzni, anélkül legyen engedély, most már mindennek engedély kell, az unióban vagyunk. Viszont annyira okosabb, annyival okosabbak lettek a mostani fiatalok, hogy megkérik, tegyük fel a három ládat sört, vagy tudom is én, három pezsgőt, 500 lejt, tehát a régi pénzből beszélve 5 millió lejt, tehát attól függ, hogy mennyire táncos és jó mozgó volt az a lány, akivel tudtak ők barátkozni. Hát mennyire hiányzik. Time.
kocsárdába, lovalába hasít meg a szár. Ez benne van. Az 1929-ben Ördöngös Füzesen született Réti János már gyermekkorában kitartóan gyakorolta azokat a tánclépéseket és kombinációkat, melyeket édesapjától és más falubeli férfiaktól lesett el. Fáradhatatlansága és kivételes tehetsége a mezőségi tánckultúra elsőrangú reprezentánsává tette. Férfi tánca az utána jövő generációk számára alapvető jelentőséggel bír. Jani bácsi a mai napig számos rendezvény, fesztivál résztvevője, és szívesen osztja meg tudását a fiatalabb nemzedék képviselőivel. 2010-től a Népművészet Mestere című tulajdonosa. És a feleségem volt lányom, ez a korosztály. Volt egy bácsinál egy nagy ház, egy olyan 5x4-es, 5x5-ös. Egy nagy régi ház, de egy cseréppel is tormázott ház volt, ugye, olyan régi ház, de... Ha, és ott tartottam, minden vasárnap. Feri bácsi, ez a mezei, ott egy jó zenész, az a mezei is. Na, és az zenélt nekünk mindig. Tehát voltak helyi zenészek? Igen, helyi. És ő volt a Brájcsos volt a testvére, és a másik a bátyja, a bőgös. Yeah, szóval a családból. Egy családból, egy családból. Hát volt az apja, volt a három fiúján. Igen, hát oda. Ők egy zenekart alkott. Még volt, amikor nyáron ő elment a Szamosvári Rétre. És ott mondjuk magától, mondjuk egy példa, felvett. Egy, akkor nem volt hektár, egy holdbúzát, vagy két holdbúzát. Ő, Feri bácsi, a zenész. És akkor azt mondta, hogy nem menjünk mi, hogy a fiatalság, magyar fiatalság. És aztán megegyeztünk vele, megegyeztünk mi, hogy ennyiért learatjuk neki, és ennyi vasárnap zenész neki. Igen, azért, mert jól nagy felvett a pénzt. És akkor megegyeztünk vele, hogy te megegyeztünk vele, jó, hogy tehát... Igen, akkor jobban fogad, hogy nem kellett fizetni, mert nem is volt pénz. Hozzánk jöttek a palotkaiak Visában, azok voltak megfogadva, mindig több vasárnapra, és gabonát adtak neki. Kukoricát, egy felbika kukoricát, igen. Vagy... Na, de hát így megoldották másképp. Igen. Tett ki a pontot. És nézzenek, hogy a Ördöngös Füzesi, itt a Ördöngös Füzesi ritka magyar, sűrű. És én itten táncoltam akkor. Csak az unokám belé rugott egy labdát, és eltöltött. Igen, és eltöltött. Jó, hát az öveget vissza. Észak-mezőség egyik legnagyobb kiterjedésű és legnépesebb települése Magyarszobát. Maneszes Józsefné Tóth Mária, akit a legtöbben Láli néniként ismernek, e falu egyik nevezetes népdalénekese. A többiekhez hasonlóan szívesen emlékszik vissza fiatalkorára, lelkesen mesél a régi szép időkről, s kérésünkre elénekelte a számára legkedvesebb dallamokat is, melyeket édesanyjától és nagymamájától tanult még kislányként. Láli néni számos népzenei felvétel közreműködője, többször vendégszerepelt a magyar nyelvterület különböző tájain, s a múlt évben őt is kitüntették a Népművészet Mestere díjjal. Csillagtalan sötét éjjel, csillagtalan sötét éjjel jártam a
virágos réten, s ott láttam egy árva lelket, és kihallgatta, hogy mit beszélek, és kihallgatta, hogy mit beszélek. S nem beszélek én egyebet, csak a régi szeretőmet. S nem beszélek én egyébről, csak a régi szerelemről. S ha én ezt tudtam volna, s ha én ezt tudtam volna Istentől, s hogy a szívem megválik, hogy a szívem megválik a tiédtől, s adtam volna száz forintot pengőbe, s mégsem szerettelek volna előre. S a virágot megtiltani, s a virágot megtiltani nem lehet. S hogy ne nyíljan, mikor jön az, hogy ne nyíljan, mikor jön az, aki kellett. S aki kellett a lányvilága, a lányvilága szerelem, s ki kellett korvirítani kénytem. Szerbiából attól menni nem lehet, kit elfognak, az egyesbe betesznek. Attól mennék nem merek, ha megfognak, megkötnek, szabad madár többé már nem lehet. Nem jut eszembe, itt vagy két sor belőle. Nem gondoltam, hogy itt lesznek szárnyi. Hát, ha eszembe jut itt ma este valahogy. Jó. Örmester úr, adjon nékem kimenőt, hogy találjok egy igaz szívű szeretőt. Ereszik el akarom, a babámat akarom, a babámat megcsókolni akarom. Mert el van zárva, megkötötték a mérszöket a Szerbiába. Szeretem alján tele van ibolya. Gyere babám! Közi mezőségi népzene és néptánctábort idén 21. alkalommal szervezte meg Válaszúton a Kardós Zoltán Alapítvány. A tábor résztvevői napi 8 órás képzésben részesülnek, melynek során mezőség tánc és zenekincsét sajátíthatják el. Az esti program részeként naponta más-más mezőségi faluból érkeznek meghívott adatközlők. Ott létünk napján a melegföldvári énekesek és táncosok bemutatóját élvezhettük. Az éjszakai mulatság kifogástalan hangulatát elsősorban a Magyar Palackai Banda biztosítja, mely a táncházmozgalom legismertebb adatközlő zenekara.